Magyarország. Kakukk El Tamással. Újra támadnak a telefonos csalók, ez a bűncselekmény fórum, mondhatjuk már szinte hagyományossá vált, általában karácsony előtt indul, de majd megtudjuk a részleteket. Garam Völgyi Lászlótól, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatójától jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Aki közös vendégünk az M1-jel, tehát tisztelettel köszöntöm az M1 nézőit is, és kolléganőmet, Tari Judit Titanillát, szervusz, jó reggelt kívánok. Szervusz Tamás, üdvözlöm a hallgatókat, és én is köszöntöm Garam Völgyi Lászlót ott a Kossuth Rádió stúdiójában. Öreget kívánok! Tehát hogy is néz ki ez a típusú bűncselekmény? Mert hát ez egy bűncselekmény, de beugratáson alapul. Hát igen, ez a csalásnak egy speciális módszere, de nyomban le kell szögezni azért, hogy ennek a társadalmi veszélyessége rendkívül nagy. Tehát ugye egy nemzetközi szervezet bűnözői banda most már évek óta sajnos ugye arra specializálódott, hogy ugye külföldi MLD-es telefonokról, amit ugye egy algoritmusba szervezve generálnak ilyen hívásokat, ugye európai, és hát ezek szerint ugye magyar készülékekre is ugye érkeznek ilyen hívások, azzal a célul, hogy ezt visszahívják. Tehát ugye a visszahívás az nem egy átlagos roaming díj, ugye ez most már az Unióban nincs is, hanem ez egy nagyon borsos tarifa. Tudunk olyan esetről, ez tavaly novemberben volt, aki ezt a számot, ugye általában egzotikus országokból érkezik, távoli vidékekről, ugye Burin, tehát a 200-al kezdődő számoknál, ugye Gambia egyik afrikai országa 200 pontosan, de mondjuk Burundi 257, 258 Mozambik, tehát erre ügyelni kell, hogy a 200-al kezdődő számok, ugye Európában ezek kétjegyű számok az előhívók, ezeket nem szabad visszahívni, de a pénz abból van, hogy ezt ugye óvatlanul visszahívják. Ilyen esetben tehát egyszerű a dolgunk, ne vegyük föl, hogyha egy ilyen 200 vagy annak további változataival kezdődő számról hívnak minket, és ne is hívjuk vissza. Pontosan erről van szó. Még annyit azért hozzá kell tenni, hogy általában ugye a magyar szolgáltatók blokkolják ezeket a visszahívásokat, illetőleg vannak olyan filterprogramok, amelyek ugye nem engedélyezik ezt, csak külön, vagy ha olyan készülékkel rendelkezik valaki, akkor ezt meg tudja oldani természetesen. De itt a lényeg az, hogy ez egy vangiri elnevezésű csalási módszer, a nevéből adódóan, ugye ez egy japán, évekkel ezelőtt találták ki. Na most a legérdekesebb az, hogy ugye Japánnak az előhívó száma 81, ilyenről nem érkezik szám, hanem a nemzetközi szervezet bűnözés, ugye ezt átvette a bűnbandáknak a tagjai, naponta 10-12 ezer ilyen hívást is generálnak, ugye? És az az érdekes, hogy nem, a vangiri azt jelenti, hogy egy csengetés és vége, szó szerint japánból fordítva, ugye, hogy nem is tudja vissza, sokszor nem is hallja ezt az egyetlen egy csengetést, ez egy másodperc, de a készüléken ugye megjelenik a szám, és nagyon sokan, ugye, akiknek külföldi rokonai vannak, vagy turisták, ismerősök, vagy munkavállalók, gondolják, hogy őket hívják. Tehát a tanács elősorban az, hogy ugye ne hívjuk vissza, tehát nem szabad ezeket visszahívni. A másik az, hogy ugye az interneten meg kell nézni az előhívó számot, és lehet azonosítani, hogy honnan jött. Hát Burundi, ugye mondom még egyszer, 257 az előhívó száma, tehát úgy nem nagyon lehet ott ismerős, vagy nem lehet ott akár üzleti érdekeltségese, de elképzelhető, de nem jellemző. Úgy szokott ez menni, hogy tulajdonképpen ezek a bűnbandák bérelnek, vagy szereznek egy ilyen számítógépes platformot, mert hogy ezt ugye kompjúter generálja, ezt a rengeteg hívást, ez csak úgy éri meg, ez egy program. Igen, kompjúter generálja. Na most honnan lehet azt tudni, akkor az előhívó számon túl, hogy ennek mi van a hátterében? Nyomozás, felderítés, egyáltalán hogy állunk ebben? Hát ugye most már lassan 10 éves a Europol, tehát a Europolnak az internet rendőrsége, ugye, és az Interpol is foglalkozik. Én olvastam ilyen szakanyagokat az ilyen bűncselekmények felderítésével. Ugye két módszer van, hogyan lehet a számokhoz hozzájutni. Az egyik az, hogy van egy fekete piaci lista, amelyről ugye szintén ilyen digitális rendszerrel
algoritmusban ugye összeszedve esetleges hívások jönnek, tehát véletlenszerűen választja ki a program. Tehát adott esetben ugye lehet egy magyar telefonszám, de a következő már egy másik európai országé, és hát természetesen tehát ez egy listáról megy, amit ugye valahogy megszereznek a szolgáltatóktól, és a másik pedig valóban egy olyan komputeres program, ami akár 10-12 ezer ilyen hívást is generál, de ugye ezek nem csak ezzel foglalkoznak, tehát ennek a nemzetközi szervezet bűnbandának egyes tagjai ugye naponta 10-12 ezer ilyen hívást generálnak, és a töredéke az, ami ugye itt egy agregátor rendszeren keresztül, ugye több, azért vannak ilyen távolságok, hogy több szolgáltatón, ugye mindegyik leveszi a saját tarifáját, jut el végül is, ahhoz, akivel ők kapcsolatban állnak, az egy kiszolgáltató, és megkapják a pénzt. De hát ugye ezek hackerkednek is, és amellett pedig lenn ugyanígy ugye, e-maileket is küldözgetnek ugye, csalási szándékkal. A rendőrségnek mekkora munkát jelent ez megtalálni mondjuk egy ilyen bűnözői csoportot, hiszen ugye tudjuk, hogy a világhálón ott annyira el lehet bújni az internet világában szervereken keresztül, hogy ez gyakorlatilag lekövethetetlen. Hát látszólag reménytelennek tűnik, de ugye mondtam két ilyen nemzetközi rendőri szervezetet is, a Europol, ugye az Európai Rendőrségnek az internet rendőrsége, és az Interpol már évek óta foglalkozik ezzel, és itt a Nemzeti Nyomozó Irodának Magyarországon is van egy ilyen egy speciális szervezete, ugye, amelyik a kiberbűnözéssel foglalkozik, és természetesen Europol és Interpol tagok is vagyunk, de döntően a joghatóság ugye az nem magyar, tehát a károsult vagy az áldozat, a sértett, az Magyarországon ugye él és dolgozik, és mit keletkezik ugye ez a horribilis összegű számlája, de az elkövető az egy távoli országban van. Egyetértek azzal, amit mondott, nagyon nehéz megtalálni, és éppen ezért ugye még egyszer hangsúlyozom azt a nemzetközi rendőri együttműködést, ami ezt lehetővé teszi. Pont ugye említettem a november hónapot, volt egy ilyen sikeres együttműködés, ahol ugye egy nagy nemzetközi bűnbandát sikerült ugye leleplezni, de fájdalmas ezt mondani, sajnos újra termeli magát az ilyenfajta elkövetés. És a bűnözők is. Tábornok úr, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, Garam Völgyi Lászlót hallották, és a M1 nézőitől is búcsúzunk, nekik is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Én is búcsúzom Garam Völgyi Lászlótól és a Kossuth Rádió hallgatóitól. Szervusz Tamás, további jó munkát nektek!